lehetünk a kísérhalmitokra, mert nem tudjuk, hol van a sír, a hidegen országba. Este távolban, hidegen országban, nyugosnak közös sírban. Ó, szívvel emlékezünk a kis szenvedésekre, akik ott a csatatéren meghaltatók a vérben. Ki messze távolban, idegen országban, nyugosznak közös sírban. Ott fáradt fejem, csak nálad talál. Álmomban rebegem, ó, emeld a szívem, közelebb, közelebb hozzád, Istenem. Remcső szárnyakon, fekőkön át, a csillagok fölé, szerelte hozzád. Melletted a helyem, ó, emeld a szívem, közelebb, közelebb hozzád, Istenem. Tudom, hogy arcodat megláthatom, véget ér majd akkor sok-sok bánatom. Sóhajom még szava, ehő ima legyen, közelebb, közelebb hozzád, Istenem. És holtakat hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki hitünket növelje, asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
Nál, a Golgota ormán, a Szent Kereszt elhagyott a nárván. Csak egy angyal zokogott magában, elmerülve néva fájdalmában. Ó, ha akkor ott lettem volna, mint az ápor, a könnyem úgy folyna. Minden cseppér százszor megcsókolni, nem mennék el soha többé onnét. Végtől ázott a keresztnek fája, az angyalnak könnye csurog rája. Sírva néz a kövis koszorúra, melytől elhalt az angyalak úra. Ó, ha akkor ott lehettem volna, folyna könnyen, de nem soká folyna. Meghasadna, megrepedne szívem, az okognék a kereszt szövében. Egyedül állunk melletted, Uram, néma szívvel és a bűnvállóan. Sok a bűnünk, mint a tenger árja, sír a lelkünk, tekints lere álja. Ó, a viasz, elfogtuk volna, lelkünk bűnnek, rabja most sem volna. Ott te, Úrunk, a Golgota ormán, minket vársz, hogy elhagyott a nárván. Akkor mindenki elhelyezkedett, és mert állt a helyét, akkor az ünnepségünk elején énekeljük el együtt a hymnuszt. Isten áld meg a magyar, jó kedvel, bőséggel. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mindenki jön meg! Kezdjem egy Szent Ágoston beszéddel. Forog a világ, de áll a kereszte. Hosszú utat jár be közösségünk, amíg elérkezett a mai nap, és itt állhatunk a kereszt tövében, a szentelési ünnepségén. Az országban az első fénykeresztet Debrecenben állították, napra pontosan 18 évvel ezelőtt, 2002. november 1-én. Vas megyei vonatkozásában tudomásom szerint Szakony faluban volt az első, amit 2011. szeptemberében szenteltek. A másodikat Nicken 2015-ben, a harmadikat Bélbaltaváron 2017-ben. A soron következő pedig a Sótonyi kereszt, amelynek szentelésére hamarosan sor kerül. Mit is kell tudni a fénykeresztről? A keresztnek megadott méretben kell készülnie. Magassága 7 méter 38 cm, egy vízszintes szár hossza pedig 1 méter 23 cm. Krisztus keresztje a Golgota hegyén 738 méter magasan állt, a kereszt magassága annak század része. 2000. november 15-én II. János Pál pápa apostoli áldását adta mindazokra, akik a keresztet felállítják. Minden fénykeresztet úgy kell felállítani, hogy a két karja kelet-nyugat irányba mutasson.
fényei színezetében, észak-déli oldalon a fehér a feltámadást, keleti-nyugati oldalán a kék pedig Mária iránti tiszteletet jelképezi. A fénykereszt nem attól fénykereszt, hogy világít, vagy ki van világítva, hanem attól, hogy a mindenható Isten világítja meg, árassza el kegyelmével, a hittel imádkozókat pedig ez a fény kíséri. A sótonyi fénykereszt megvalósulásának is megvan a maga története. Még 2011-ben egy idős, ma is köztünk élő sótonyi asszonytól hallottunk először róla. Többünket azóta foglalkoztatott a gondolat, de az első lépések megtételére 2019-ig kellett várni. Köszönöm Nicki barátainknak, hogy ezekben a kezdeti lépésekben segítettek bennünket. A sótonyi egyházközség bonyolításában megvalósuló építkezés a közösség akaratát és erejét is mutatja. 85 sótonyi, illetőleg Sótonyból elszármazott család anyagilag is támogatta, többen társadalmi munkával is hozzájárultak a kereszt megvalósulásához. A helyszín kiválasztása fontos feladat volt, mivel az előírásokon kívül több feltételnek is teljesülnie kellett, áramellátásnak, tájolásnak. A fénykereszt leírásában van egy mondat, egyetlen kereszt helyét sem ember kereste ki, minden Istentől származik. Így aztán ez lett az a hely, a sótonyi temető észak-keleti fele, ahol minden feltétel teljesült, és ehhez az önkormányzat képviselő testülete is hozzájárult. Az építés engedélyköteles tevékenységé vált a kereszt magassága miatt. A tervezési, engedélyezési munkálatokat Németh Attila sárvári tervező készítette, köszönjük gyors és pontos munkáját. A kereszt elkészítésére a már 4 ilyen keresztet készítő asztalosmester Egresics József fertőhomoki vállalkozót kértük fel. A kereszt alapozási munkálatai társadalmi munkában történtek, egyesületi tagok, képviselők részvételével, köszönjük áldozatos munkájukat. Az alapozás szakmai irányítását, a terület térkövezését Tóth János sótonyi vállalkozó végezte, köszönjük munkáját. A kereszt villamossági munkálatait Tóth Tibor, Bejzert Jánosi vállalkozó végezte, neki is köszönjük munkáját. Köszönjük mindazoknak, akik akár gondolatban, akár imádsággal, bármi módon hozzájárultak a kereszt elkészítéséhez. Szeretném megköszönni Tóth András plébános úrnak, hogy vállalta a munkálatokkal együtt járó felelősséget, azt a plusz munkát, ami ezzel járt. Az egyházmegyén dolgozó műszaki ellenőrnek, építésznek is köszönjük az adminisztrációs munkákban való részvételét. A kereszt a dicsőséget, az egymást iránti szeretetet, a megértést, összetartozást, segítőkészséget kell, hogy eszünkbe juttassa. Krisztus keresztje nekünk és az utánunk jövőknek hirdesse azt, hogy a legreménytelenebb helyzetből is mindig van kiút. A jó mindig legyőzi a rosszat. Az Úr Jézus kinyilatkoztatásában ez áll. Minden kereszt, mint egy őrtorony, őrködik felettetek, mert az a város, ahol a keresztemet felállítják, az én oltalmam alatt áll. A temetőben van még egy kereszt, a temetői főkereszt, amelyen az elmúlt időszakban jelentős felújítás történt. A keresztet állítók Markovics Vince és neje Jó Mária 1914-ben emelt keresztjét a leszármazottak egy vasvári és egy zalaegerszegi család restauráltatta. A munkálatok folyamán a kereszt új helyre került, amelynek alapozási munkáit az önkormányzat vállalta. Vállalásaink szerint még a térkövezés fogott megvalósulni a következő évben. Szeretnénk megkérni plébános urat ennek a keresztnek az újra szentelésére is. Köszönöm szépen! Van egy jó hely, oda megyek, lerakolod a terveket. Ott fenn a hegyen van az a hely, ahol a szív békére lel, a Golgotán áll a kereszt, ha bűnös vagy, oda mehetsz! Keretes Károly, a kereszt. Keresztet a földön minden ember kap. Az egyik kisebbet, a másik nagyobbat. Szülessen kunyhóba, avagy palotába, el van készítve az ő keresztfája.
Az a csoda aztán, hogy senki sem látja, milyen nagy a másik ember keresztfája. Van, ki könnyen hordja, még nevetni is tud, míg a másik zakog és a földre rúd. Van, aki büszkén viszi, hisz senki se látja, hogy vérzik a válla és sebes a háta. Van, ki alázattal és lehajtott fővel viszi a keresztjét Krisztusi erővel. Van, aki morog, zúgolódva viszi. Minden sarkon megáll, ha lehet, leteszi. Van, aki dicsekszik, örül, ha megszánják, hazug könnyek, sokszor áztatják orcáját. Ó, sokszor magam is szeretném letenni, azt hiszem, tovább már nem is lehet vinni. Vérzik a szívem, lelkem roskad össze, de az én keresztem hű hozzám örökre. Keresztet a földön minden ember kap, az egyik kisebbet, a másik nagyobbat. Szülessen kunyhóba, avagy palotába, el van készítve a tő keresztfája. Emberre kért, ömlött a vér, kegyelmet kap az, aki kér. Ott fenn a hegyen van az a hely, ahol a szív békén elel. A Golgotán áll a kereszt, ha bűnös vagy, oda mehetsz. A Fiú és a Szent Lélek nevéből. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Kedves testvérek, amikor ezt az új keresztet készülünk ünnepélyesen megáldani, hittel tiszteljük Isten örök tervét, amivel a kereszttitka az Isten irgalom szentsége lett. Amikor feltekintünk a keresztre, arra emlékezünk, hogy részt vett emberi sorsunkban, és hogy benne teljessé lett annak a keresztnek a titka, amelyet Krisztus szerette egyházad. Amikor megköszönjük, gondoljunk rá, hogy Krisztus, miután mindenben egy lett velünk, és vére által vállalt értünk a halált, Isten népét különböző nemzetekből egyétette. A kereszt tiszteletekor emlékezzünk arra, hogy Krisztus tanítványai vagyunk. Kövessük őt nagy lelkön a keresztviselésben. Könyörögjünk, mindenható Atyánk, szentséges Urunk, örök Isten, kérünk áld meg ezt a keresztet, hogy az emberek üdvössége és menedéke legyen, erősödjék által a hit, nyarapodjanak által a jó cselekedetek, nyerjenek megváltást és üdvösséget a lelkek, legyen vigaszunk, oltalmunk és menedékünk a gonosz lélek támadása ellen, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Amen. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged, mert szent kereszted által megváltottad a világot. A kereszt. Nagy panasszal fordult egyszer valamelyik szerencsétlen ember az Úristenhez, nehezményezve a maga súlyos, nagy keresztjét. Hiszen lehetetlen, hogy ő a maga buzgó, jámbor életével ekkora kereszten érdemelt volna. Kérte hát az Urat, hogy rakjon a vállára kisebb keresztet. Az Úr meghallgatta kérését. Egy nagy keresztraktárba vezette emberünket. Itt rengeteg nagy és kicsi, súlyos és könnyű kereszt volt található. Válasz magadnak egyet, mondta az Úr. Sokáig keresett a mi emberünk magának valót, még végre talált egy igen kicsi és igen könnyű keresztet. Ezt választotta, az Úr pedig jóvá hagyta. Alig indult tovább könnyű keresztjével, egyszerre egy szédületesen mély és széles szakadékhoz ért. Értésére adták, hogy a szakadékon túl találhatja fel a boldogságát. Aki a szakadékon nem jut át, sohasem lehet boldog. Hidat pedig ne keressen rajta, mert ki csak a keresztjén juthat át a szakadék túlsó oldalára.
Az ember látta is, hogy a többiek hogyan segítenek magukon. Keresztjüket fektetik a szakadék szirtjére, aztán ki kényelmesen, ki rettegve és félve, de átvonul. A mi emberünk is megkísérli, ám rémületére csak most veszi észre, a keresztje olyan rövid, hogy nem ér át a szakadék túlsó partjára. Akkor feljajdult, és visszakívánta az előbbi nagy, széles és súlyos keresztjét, de már hiába. És a te lelkeddel! Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlével. Amen. Befejezésről együtt énekeljük el a szózatot. Hozzanna rendületlenül, légy híve, ó magyar, bölcsőd az, majd a sírod is, mely ápol, sert akar. A nagy világon elkívül nincsen számodra hely. Álljon vagy verjen sors kezed, itt élned, élned hallod kell. Az meged, mert máshol nem lehetek, nyugodalmat lelkedek. Ott találok, ó szűz anya, fájdalom köz, bagyarozva, őrveri át lelkedet. Mely gyötrelem volt neked, Isten is szülötted el, látni szegény jászolban. S minden annyi ellenségek romlásának esküvének, de midőn ezek felett láttad, mennyi szenvedett, szenvedett az áldatlan. Láttad őt a Kálvárián, két lator köz, ó keresztfán, kínodat kísérje meg. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Könyörögjünk. Mindenható Atyánk, szentséges Urunk, örök Isten, kérünk, áld meg ezt a keresztet, hogy az emberek üdvössége és veledéke legyen. Erősödjék által a hit, nyarapodjanak által a jó cselekedetek, nyerjenek megváltást és üdvösséget a lelked. Legyen vigaszunk, oltalmunk és meredékünk a gonosz lélek támadása ellen, Krisztus a mi Urunk által. Amen. Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Imádunk téged, Krisztus, és áldunk téged, mert Szent Kereszted által megváltottad a világot.
Nyugodjatok békességben, Istenben elhunyt hívek, míg az Úrnak szent angyala életre kelt titeket. Imádkozzatok mérettünk, kik már mennybe tértetek, kik pedig még szenvednétek, mi könyörgünk értetek. Uram, hallgass meg minden imádságunkat, és ami kiáltásunk jusson elé. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Mindörökké, amen.